indexes kollégáink. Hogy is mondjam, a reméknél számítottál több időt követeltek, nézzék el, hogy nem szakítottam félbe az interjút, sajnálom. A mai sajtótájékoztató témája a DK gazdaságpolitikai tervény. Ezeket elmondja, és utána a gondolja elnök úr, akkor kérdésekre is válaszol, ha pedig így gondolja, akkor én fogok ezekre a kérdésekre válaszolni. Meggondoljuk. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Rögtönzött beavatkozásoktól mentes, a technológiai forradalomhoz felzárkózó, az üzleti szolgáltató iparra és csúcs technológiára épülő, a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a nemzetközi cégek egymást támogató gazdaságát, illetve gazdaságpolitikát kívánunk folytatni. Tudják jól, hogy a demokratikus koalíció történelmi értelemben az Európai Egyesült Államok eszméjét és eszményét képviseli. Ebből fakadóan támogatjuk az Európai Unió közös pénzügyi és adópolitikáját, az energiauniót és a digitális közös piac megteremtését. Azt gondoljuk, hogy ezeket minél inkább és minél szélesebb körben közösségi kézbe kellene venni. Ebből fakadóan természetesen támogatjuk az euró mielőbbi bevezetését. Megkívánjuk teremteni a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét, a Magyar Nemzeti Bank vezetőinek tekintetében szigorú politikai és egyéb összeférhetetlenségi szabályokat, előfeltételeket kívánunk megfogalmazni. Az a cél, hogy az Európai Uniós támogatások 2020-at követő érdemi csökkenését követően tartósan 4% körüli növekedést érjünk el. Ehhez sok mindent kell tenni, mondok egy-két nem bonyolult példát. Mert mégsem konferencián vagyunk. Például akkor kell a modern technológiát telepítő vállalkozásoknak, akik tehát nem összeszerelő üzemeket hoznak ide, 10 éves ingyenes telephely használati programot indítunk. Vagy bizonyos mérethatár felett a vállalat létesítés támogatására, hogy az állammal és önkormányzattal folytatott hatósági engedélyeztetés és egyéb eljárásokban könnyű dolga legyen azoknak, akik ide akarnak jönni, ezen vállalatokkal együttműködő, az ő feladataikat jelentős részben átvevő, önálló miniszteri biztosokat nevezünk ki. Az adóhivatal helyett, amely ma leginkább büntet, adóügyi szolgálatot kívánunk létrehozni. Adókról némi dolgot és járulékokról. Célzott és jelentős áfacsökkentést kívánunk végrehajtani, tehát célzott, nem mindenre kiterjedően, az alapvető élelmiszerek, az internet szolgáltatás és a megújuló energia előállítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások körében. Az áfa fizetési jelentős gondok enyhítése, megszüntetése érdekében úgynevezett osztott áfa befizetési rendszert vezetünk be. A vállalkozások, ha vásárlónként lépnek fel, akkor a számlában foglalt áfát nem az eladónak, hanem közvetlenül az adóhivatalnak fizetik meg. Így elkerülendők az áfa befizetéssel kapcsolatos iszonyatos elmaradások. Támogatva, hogy tisztább legyen a hazai kis- és középvállalkozások világa, amely körben jelentős
a részben vagy egészben be nem jelentett foglalkoztatás, ez egy DK-s innováció, úgynevezett sávos munkáltatói járulékrendszert vezetnénk be, azaz az első három alkalmazott után a munkáltatói járuléknak csak a 25%-át kellene megfizetni. Ezzel olcsóbbá tesszük a foglalkoztatást, hozzáteszem, valóságban ma is nagyon kevés pénz jön be, hiszen jellemző bizonyos szektorokban a részbeli bejelentés és a zsebbe történő fizetés. 4-től 10 főig erre a hétfőre csak a járuléknak az 50%-át kell befizetni, 10-től 20 főig pedig erre a 10 főre, a 11-től 20 főig pedig csak 75%-át. Van egy erős szociálpolitikai következménye, de muszáj egyben mondanom, annak érdekében, hogy egy gyerek után a családi pótlékot fel tudjuk emelni 15.000, nagyjából 600 forintra, és hogy ez ne járjon aránytalan költségvetési teherrel, az átlagjövedelem 2-3-szorosánál meghúznánk a családi adókedvezmény igénybevehetőségét, tehát korlátoznánk. A szerencsijáték piacon kötelezővé tennénk az online pénztárgépek használatát. Fokozatosan, nem egy év alatt, több lépcsőben kötelezővé tennénk az áruk, szolgáltatások kifizetésének elektronikus módját 100.000 forintos értékhatár fölött. Törvényben garantálnánk, hogy a nettó minimál bér mindenkor el kell, hogy érje legalább a létminimum összegét, amelyet nyilván az állam kérésére a statisztikai hivatal állapítja meg. Végül megszüntettünk a kötelező ipar és kereskedelem és agrárkamarai tagságot is, ezzel együtt természetesen a tagdíj fizetést is. Köszönöm, hogy meghallgattak, van kérdésük, válaszolok. Igen. Mennyire? Nullára. Áfamentes lenne az internet? Igen. Az alapvető élelmiszer? Nem, az marad 5, csak azt ki kell még terjeszteni. És mire terjesztenék még, hiszen a nagy része a tartós tejeken kívül már most is 5%-os áfa. Hát itt, ha én jól látom, az elsősorban az agrárrendtartással foglalkozó szervezeteknek itt még nagyon-nagyon sok javaslata van ezen termékkörök kibővítésére, amit én azt gondolom, hogy támogatni kell, és helyesnek is gondolom ezeket a törekvéseket. Köszönöm, és egy más témában is kérdezni. Sajtóinformáció szerint a Paks 2 ügyében az orosz titkos szolgálat a tanácsokat a magyarországi társszerveknek. Ön elképzelhetőnek tartja ezt, illetve az önkormányzása idején voltak-e olyan információk, hogy orosz titkos szolgálatok az alkotmányvédelmi hivatal, akkor még MBH-nak bármilyen ügyben tanácsot adta a utasítást akár. Hát nézze, én erről a kormányról sok mindent tartok elképzelhetőnek, és a rendkívül vitatható, általunk rossz szemmel nézett kiterjedésű és mélységű orosz-magyar kapcsolatokat figyelembe véve ezt sajnos nem tartom kizártnak. Az én kormányomat illetően ugye egy érdemi vita volt, ami az ön kérdéséhez kapcsolódhat, egy bizonyos hazugságvizsgálattal kapcsolatos vita, ahol jogi eljárás is indult, hogy szektek-e ott meg szabályokat, törvényeket az abban résztvevők, és ha jól tudom, ezek a vizsgálatok, maga a bírósági eljárás is bűncselekmény megállapításának, bűncselekmény hiányának megállapításával zárult. A vádlottakat felmentették, de azt kérdezem, van-e információja arról, hogy egyéb ügyekben az orosz titkos szolgálat tevékenykedett hasonló módon?
Nincs. Nyírő Mordát vagyok az EKO TV-től. Elnök úr itt a beszédje elején említette azt, hogy egy Európai Egyesült Államokat szeretnének, hogy a létrejönne. Mit ért egész pontosan ez alatt, hogy Európai Egyesült Államok igen lenne jó ez Magyarországon? Az, hogy megőrizze Európa nagyon sajátos kultúráját, világlátását, életmódját, ehhez erős Európa kell. Fel kell venni a versenyt nyilván az Egyesült Államok iszonyatos erejével, a feltörekvő Kína iszonyatos befolyásával, és azt gondolom, hogy 500 milliós, amelynál egységesebb Európa, ebben sikeresebb lehet. Ezek a valóságos kihívások, én szerintem. Úgy kell ezt elképzelni, hogy az Európai Uniónak van rendes választott kétkamarás parlamentje, van kormánya, azt tudnám mondani, hogy mint az Egyesült Államoknak, hogy van egy szövetségi kormány, szövetségi törvényhozás, ettől még az államoknak saját kormányzója, képviseleti rendszere van, és természetesen van egy döntés, hogy miben ködösek, miben nem. Vannak szövetségi adók, vannak állami adók, bizonyos normák az oktatásban közösek, de alapvetően az oktatást az államok saját törvényeik szerint szabályozzák, azaz ez nem az állami önállóság feladása, hanem az állami szuverenitás egy részének egyesítése lenne. Nem elveszítjük azt, hanem betesszük abba a közösbe, amely közös asztal körül mi is ott ülünk. Köszönöm szépen, más témában is lenne a kérdésem, hogyha megengedünk. Az első Ceglédi ügy. Magyar Idők írta meg azt, hogy Ceglédi most már egyre több mindenkit támogat. Egyfelől az olimpia ellenes kampány aláírás gyűjtését is ő támogatta, illetve Kéz Zoltán kampányát is. Sőt, még ilyen pletykák is terjednek, hogy állítólagosan a Momentumot is. Vajon mi lehet ebből az igaz, ha önök hallottak erről, és hogy állnak önök most Ceglédi csapdával? Többszörösen kimerítően válaszoltam kollégájának két nappal ezelőtt ezekre a kérdésekre. Azóta nem ismerek olyan új fejleményt, ami alapján megváltozott volna a véleményem. Köszönöm szépen. Még más kérdés, Jobbik, ugye Janicekkel kapcsolatban derültek ki újabb botrányok, fejlemények. Hogyan viszonyul most a demokratikus koalíció a Jobbikhoz? Lehet-e még szó bármilyen együttműködésről? Nem változott az elmúlt napokhoz, hetekhez képest a demokratikus koalíció álláspontja, és nem is várom, hogy a választások így meg fog változni. Köszönöm szépen, és még egy kérdés. Hatházi Ákos LMP-nek társadalmi mondta azt, hogy nem mond akkor, hogyha nem sikerül a választásokat megnyerni a demokratikus ellenzéknek. Hogyan tudják kommentálni ezt a kijelentését Hatházi Ákosnak? Hogy ez Hatházi Ákos és az LMP-nek a belügye. Önöknek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Milyen esélyeket látnak erre, illetve ha esetleg visszavonul a Hatházi Ákos a politikából, az hogyan befolyásolná a további jövőt, nincs a DK-nak véleménye Hatházi Ákos ezen szándékáról. Igen, ma a NAV alapvetően ellenőrző hatóságként működik, nem pedig az adózókat az állammal kapcsolatos költségvetési ügyeikben szolgáltatóként és segítőként. A NAV alap természete szerint nem partnere az adózóknak, hanem hatósági jogkörében kiszolgáltatottá teszi ezen adózókat. Ez egy úgy kezdjék ezt elképzelni, akkor mondok egy példát. Tilalmat vezetünk be
a nem rossz hiszemű adójogszabály, első adójogszabály sértés büntetésére. Ott tanácsot adunk. És azt mondjuk, hogy fél éven belül korrigálják már, és hogyha véletlenül elakadnak, akkor szívesen segítünk, hogyan kell ezt a problémát megoldani. Kettő. Kötelezővé tesszük az adóügyi tanácsadást. Természetesen ingyenesen. Általánossá tesszük, hogy a munkaadók, a munkavállalók bérét az adóhivatalon keresztül elektronikusan két másodperc alatt átfuttatva fizessék a munkavállalók számlájára. Mert ebben az esetben a munkabér időben való ki nem fizetése, nyilván az ahhoz kötődő járulékok ki nem fizetése esetén a vita nem a munkavállaló és a munkadó között lesz, a munkavállaló nyilván gyengébb helyzetben van, hanem a sokkal erősebb adóhivatal és a munkáltató között, mert az már egy másik pozíció. Így kell ezeket elképzelni. Hát nyilván egy ilyen mondat mögött aztán nagyon sok programelem van, ha további elemekre is kíváncsi, akkor szívesen. Köszönöm szépen.